Jó reggelt kívánok mindenkinek! Október 18-án péntek reggel. Tegnap kiszedtem ott azt a végét a gerendának. Fogalmam is, hogy mi lesz szerintem. Valami fal lesz rajta, valami betonfal körbe az épületen, na mindegy. És akkor mutatni, hogy ugye ez a terület, ez egy teljesen zárt terület. Ugye látszott egy fehér kerítés, ez körbe van zárva, ott a két zárható kapu, ahol mind a két kapunál egyenként úgymond trafikmarsallok vannak, akik beengedik a forgalmat, kiengedik a forgalmat, irányítanak, stb. Mind a két kapunál egyenként. Egy-egy trafikmarsall. És hát itt nagyon erős zárt kerítés, kamerákkal védve, erre amit el kellett mondani minden. Ide ember nagyon be nem jöhet. Észrevétlenül. Tehát eleve körbe van kerítve. Aztán ez a munkaterület, amit itt látunk magunk előtt, ez még körbe van kerítve egy ilyen alacsony korlátokkal, ami itt van. Az alacsony korlátokkal még körbe van kerítve. Külön a bejáratok körbe vannak kerítve, ahol be lehet menni a területre, stb. Meg még a gödör körbe van kerítve. Magas kerítéssel. Ugye a vasak le vannak védve, ezekről sárga protektorokkal, hogyha beleesik valaki, ne szúrja keresztül, ez rendben van. Az egész árok nem több egy méternél mélységben, de gyakorlatilag az utcától elszeparálva három kerítés védi. Három. Emlékszem rá, dolgoztunk valamikor egyszer Újpesten, egy 6 méter mély árok volt utcán. 6 méter mély volt az árok, és egy ilyen, hát ilyen lábakon álló, akkor még deszkákból voltak ezek a vízszintes korlátok befestve fehérre, pirosra, és abban volt körbe korlátozva. Ott volt egy kocsma, ember este kitántorodott a kocsmából, és beletántorodott a gödörbe, belelőtt a korlátot, beleesett 6 méter mélyen, élet-halál között volt hónapokig. Valamennyire túlélt, a művezető felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Hogy mit kezdtem neki tenni, akkor még nem voltak ilyen nagyon erős, ez mondom, ez 40 éve volt, hát mondjuk 30-valahány éve volt, mint az átkosban. És hát volt akkor, és az utcán levő, tehát nem egy zárt terület, mint ez, az egy utcán levő árak volt, Újpesten volt. Rendesen körbe volt egyébként korlátozva, akkor még mondom, ilyen szolós deszkák voltak. A korlátok befestve, sávozva, rendes, látható, lehetősen látni. Hát a részegen ember beletántorult. Most sem mondom, hogy fejlődik a világ. Fejlődik a világ. Na, ott is egy kamera egyébként fönn. Ez is egy ilyen, tele van ilyen nagy terület, ilyen kamerákkal. Forgatható, mozgatható, tököm tudja milyen kamerákkal tele van a terület. Most már kezdik a gipszkartonokat rárakni ezekre a vastartókra. Ott vannak benne azok a vastartók, már most kívülről rakják rá a gipszkartonokat. Majd meglátom, gondolom, belül meg hőszigetelés lesz. Mert még belül kiszkarton, meg kívül még ez a ez a kaviti fal, kívülről még gondolom. Na mindegy, hát. Gondolom megvannak a technológiája, de ennél magasabb már nem lesz az épület, tehát magyarul kétszintes lesz. Igaz, hogy a belmagasság kurva nagy. Tehát a belmagasság van vagy 4 méter. Maga a belmagasság egy ilyennek. Kórház épület lesz. Fogalmam sincs, hogy egyébként, hogy mit fognak itt csinálni. Mert hát, hogy hol lesz a kórháznak a parkolója, mert ez volt a parkolója a kórháznak. Jelenleg a látogatók közelben sem tudnak megállni. Még a közelben sem tudnak látogatók megállni, nincs látogatói parkoló ennek a kórház. Ez volt a parkolója. Ez volt a parkoló. Ahol ez az építkezés van. Na,
Na. Egyelőre más nem is tudok mondani. Valószínűleg másik géppel fogok már dolgozni. Sok munka már itt nincs, ezt be kell basolni, be kell zsalúzni, mellé kell tölteni, be kell betonozni, és utána be kell tölteni. Ezt az egészet, amit előttünk van. Jön egy komoly vasalás, most már ugye le van betonozva az alja, az úgy hívják, hogy szerelőbeton. Az a vas szerelőknek van, azon szerelik a vasat össze. Tehát egy vasalást kap az alja, és akkor ilyen, ezekkel a kortekkel, lemezekkel, távtartókkal, ezekkel a fekete lemezekkel bezsalozzák, mellé töltöm majd a földdel, hogy megtámaszza, beton ne feszítse szét, és akkor be lesz betonozva. Aztán meg be lesz töltve, mert itt is így ment, és be lesz töltve, aztán majd valamikor, mikor majd a épület már kész van, akkor utána ezt visszabontják, ezt az egészet, mert ezeket a vasat elhajlítjuk, ugye felállnak ezek a vasak, ezt elhajlítottuk, itt legalábbis elhajlítottuk, aztán be lett töltve, mert ugye az állványozóknak kell egy alap, tehát ez körbe lesz állványozva az épület kívülről, és az állványozóknak, ahol az állvány felállítanak, kell egy szilárd alap. És hát ez az lesz. Ilyetért kell lesz, hát itten vasarat elhajlítják, betöltjük, rámegy ez az anyag, ez amit itt láttak, ez az anyag, ez rámegy, és ez a úgymond tájpan, és akkor olyan lesz, mint ott a talicska, ahol áll, és akkor erre felépítik az állványzatot. Azt mondja, hogy az állványzatot elbontják, akkor vissza kell bontani, és ki kell bontani a vasakat, ki kell bontani az egész beton gerendát, ki kell bontani, és akkor utána gondolom, hogy valami ezeket a felálló vasat kiegyenesítik megint, és arra valami ilyen beton zsaluzás fal jön megint. Mi lesz? Nem tudom, mi a célja neki, de így lesz. Na.
Hétfőn csinált egy fennapot. Gondolat új fennapot csinált a napnára. Ilyen ideglenes fennapot. Slavit mi jutott.
there, no? Okay. Put here. Okay, thank you.
fűteni, de most látom. Kibaszott vasak itt felállnak. Van egy pár darab vas.
Hát akkor evédeljünk meg. Kérem szépen. Kaptam egy hozzászólást, mi szerint ez egy nagyon rövid távú gondolkodás, ez a, hogy az embereknek a blúkártyával gyakorlott gépkezők telek mindenhova. Ez valóban így van, ez nagy probléma egyébként. Egyrészt, hogy nem tud gyakorlatot szerezni, másrészt pedig nem lesz megbízható ember. Ugye kialakítottak itt Angliában egy rendszert. Azt jelenti, hogy ügynökségeket közvetítenek egy gépkezelőt. A gépkezelő addig van ott, amíg kell. Ha nem kell, mehet. Nincs felmondási idő, nincs fizetett szabadság, nincs juttatások, nincs semmi. Ez teljesen jól működik addig, amíg van sok gépkezelő. De amikor a gépkezelő mondja azt, hogy holnap nem jövök, mert hát nincs felmondási idő, és bármikor mondhatom, hogy holnap nem jövök, ugye egy gépkezelő, mint a héten felvilágosítottak, egy lenézett szakma, de mégis egy munkafolyamat épül rá. Tehát megrendelnek 10 teherautót, mert felszállítás van, oda be felsorkodik reggel a 10 teherautó, és nincs gépkezelő. Mert egy fonttal többet ígértek egy másik ügynökség, és elment oda dolgozni. És szíve jobb lesz megtenni. Hiszen ezt a rendszert, ezt az építőiparban alakították ki. Na, az a lényeg, hogy egy jó kis vaníliás nápolyimban, vagy egy kakaós nápolyi, és van, kérem szépen, ezt nézzétek meg, hogy mi van hozzá. Nézzétek meg. Kérem szépen. Kérem szépen. Magyar tejföl. Magyar gazdák teje. Hát nagyon remélem, hogy nem a magyar gazdáknak a teje, hanem a magyar gazdák tehenének a teje. Reménykedek benne. Merem remélni, hogy ez nem a magyar gazdák teje, hanem a tehenüknek a teje. Hát csak a tisztázás véget. A földi tej. Hát csak szólok, hogy na. A magyar gazdák tejére nem nagyon vagyok kíváncsi. Nem baj. Ez jó, a magyar gazdák teje. Szóval ezt ők alakították ki, ezt a rendszert, csak a fagy visszanyal, amikor kell neki gépkezelő, és nincsen. Vagy egy brigád épül rá, vagy egy csomó embernek a munkája, egy munka folyamat épül rá gépkezelőkre. Ugye? És akkor mi van? Beül a művezető itt esetleg, mert a művezetre tud dolgozni, de akkor ki művezet? Ha? Na most, a gyakorlat is olyan, hogy oké, meg lehet tanulni gépet kezelni, de az önmagában nem gyakorlat. Ezért van az, hogy itt például 2 évig az van leírva a kártyán, hogy trained, kioktatott gépkezelő. Tehát volt egy tréningen volt, tehát kioktatott. A kék kártyára már az van írva, hogy kompetent, hogy hozzáértő gépkezelő vagy. A kettő között nagy a különbség. Szóval ez egy rövid NATO gondolkodás ez a rendszer. Magyarországon így van, hogy nem gondoskodnak saját betanított, megbízható emberről. Lehet, hogy meg kéne fizetni? Itt a gépkezelők nem szívesen mennek el, mert csábító az elmegy a céghez dolgozni.
alkalmazottként van fizetett szabadság, meg ez, meg az, meg amaz. Nincs meló a gépre, akkor menjen lapátolni. Hát bazd meg, azért lettem gépre, hogy ne kelljen lapátolni. Nincs olyan, azt mondja, hogy öreg, fölveszlek, gépkező átlagbérem most 22 font, 21, adok 25-öt, de esetleg lapátolnod kell. Más a játék. De nem. Ott vagy 21-ér, és ha nincs gépes munka, akkor menjél, szállják a gépből, aztán menjél lapátolni. Vagy az anyádnak a picsáját. Hát hülye vagy? Ügynökség, van egy ügynökség WhatsApp oldal, az ügynökség kiteszi a munkákat. Látok ilyet, hogy Grand Walkert keresünk gépkezelő jogosítvánnyal. Kiröhögték. Sok sikert, oda jöttek. Meg ilyen röhögő smiley. Mi van? Te hülye vagy? Ez egy nagy probléma, hogy nem hagyják gyakorlatot szerint az embereket. Mert gyakorlott ember kell nekik, munkártyával. Egy nagy probléma, hogy ahol többet ügyenek, elmennek oda. Két fontat többet érjön, már ment is. Holnap már nem jött. Kész. Old meg. Kiesik egy ágy, többi dolgozik helyette. Kiesik egy ágy, többi dolgozik helyette. És van egy munkatetlen egyéb kezdel, akkor mi van? Én is itt ugrálok három gép között. De mindegy. Ezzel egyről akartam beszélni, a másik pedig, hát a kezdetekről beszéltem tegnap, hogy kicsit hozzáfűznék néhány dolgot. Az első gép, amelyen dolgoztam, amelyen betanultam gépet kezelni, keletném egy gyártmányú UB-631-es Nobas típusú gépod. Nézzétek meg a Google-ba, meg lehet nézni, milyen gépod. Olyan tisztának körüli lánctalpas kotró, egy háromhengeres léghűtéses IFA motor volt benne. Egy igazi kelet-európai minőség volt, anyagminőség nulla. A motor szétrázta az egész gépet, mert háromhengeres volt, széthullott a gép, mindig húzgálni kellett a csavarokat. A lemezek minősége, kanál minősége, a lámsztal papucsoknak az anyagminősége zero. De az első és egyetlen olyan kelet-európai gép volt, egy ilyen pici joystickkal kellett kezelni, pici kis kar volt, mert hogy két lépcsős volt neki a hidőt rendszer, mint ezeké. Mi azt jelenti, hogy a karok nem közvetlenül mozgatják a nagy vezérlő tolattyúkat, hanem van egy alacsony nyomású rendszer,
ami ilyen pici kis tolacsukból áll, itt van a karok alatt, és hidraulikusan vezérelve működteti a vezérlő tolacsukat, tehát két lépcsőben. Ilyen nem volt a szocialista táborban. Ilyen nem volt. Ami teljesen úttörő dolog volt abban az időben, hogy a 70-es években kifejlesztett gép volt. De ha ránéztek a Google-n, meglátjátok, hogy UB-631-es, meglátjátok, hogy milyen gép volt. Ha. Ötven évvel ezelőtt beleszették. A másik, amivel dolgoztam, szintén a 70-es évből származott, ez már nyugati gép volt. Magyarországon alig volt belőle. Elmentem bele vizsgálni Debrecenbe, és azt mondja a gép, a vizsgáztatón mondja nekem, hogy mondjam már mert milyen színe van annak a gépnek, amire jöttem vizsgálni, mert ő még az életében ilyet nem látott, és ő vizsgáztatott engem. Hát az életében még ilyen gépet nem is látott, GCB-t, ugye angol. Az űrtechnika volt abban az időben, hangsúlyozom, az űrtechnika volt abban az időben. Az a gép neve, hogy GCB 3D, D mint D-nes, 3D, vagy Mark 3, úgy is lehet írni, hogy Mark 3. Meg lehet nézni, milyen gép volt. Űrtechnika volt a mai az akkori korhoz képest. British Leyland motor volt benne. És hát nyomatékváltó nem volt benne, a kuplung. Az MTZ-ből kialakított EU Control világában ez egy olyan minőségű ugrás volt, mint amennyi különbség volt mondjuk a Trabant, meg a Mercedes között abban az időben. Mivel a mi cégünk, a közmű és mélyépítő vállalat mélycsatornázásban nyomult, és a szocialista táborban nem volt a mélycsatornázásra alkalmas géppark, ez az egész géppark nyugati volt. Francia forgókotrók, angol univerzális kotrók. És hát ilyenekkel dolgoztunk akkor. Hát az nagy dolog volt. Az óriási nagy dolog volt ez. A románoknak volt, ugye az oroszoknak volt az EO, minősíthetetlen szar. A románoknak volt a Castor, még minősíthetetlenebb szar, ami létezik, az olyan szar volt. A román Castor. A lengyeleknek volt a Varinsky, mindennek a legalja. Volt egy univerzális kultúruk, az Ostrovák. Nem is akar minősíteni. Ezek a gépek. A cseheknek volt a 45-ös Poklen, ami olyan szar volt, 45-ös Poklennak, a francia Poklennak a licenszét gyártották a csehek. Olyan szar volt, hogy a Poklennszér hitelrontásért beperelte a cseheket, és még a szín használta jogot is megmondták tőlük, és utána a DH néven sárga színben árulták. Olyan szar volt.
Szóval... Azt, hogy mi ilyen gépekkel dolgoztunk, a Nobos az egy űrtechnika volt abban. A Nobos meg a GCB egy űrtechnika. Mi két lépcsős vezérlé. Kis ujjal mozgatod a karokat. Hát 43 év van mögöttem, rengeteg sztori van ebben kapcsolatban. Volt az oroszoknak egy 652-es nevű lánctalpas drótköteles kocka, nem hidraulikus, drótköteles. Ilyen méteres pajszárok előtted, rudak, és ilyen úton mozgatod a karokat körülbelül, ilyen úton mozgatod a karokat, meg ilyen úton, mert... Na. Azokon volt az alsókenő, felsőkenő gépmester. Mondtam az előbb, hogy a gépkez azért tanul, azért a gépkez nekem lapátom lett. Nem volt melójuk a izért, nagy gazdag érten dolgoztunk, nem volt melójuk bele a nagy géppel a fotósoknak. Téblá voltak benne a területen, a irodák, ahol vannak. Építésfelettől, gépészeti építésfelettől Árpi kijön. Azt mondja Tóth Józsinak, Józsikám, figyelj, de úgy sincsen munkátok, söpöljtek már fel az udvart. Azt mondja, Józsi, kihúzta magát mind a 150 centével. Azt mondja, Árpikám, én söpörjek. Vezető, felelős, kotrómester, söpörjem fel az udvart? Hát hogy gondolt ezt? Az meg döltünk a röhögéstől. Vezető, felelős kotrómester. Hopp! Másik. Ugye mi azt szoktam mondani, hogy a gépre, nem azt mondjuk, hogy kezeljünk a gépet, hanem ráülök arra, ráülök amarra. Mi ezt így szoktuk mondani. Ráülök a Volvo-ra, ráülök a GCB-re, stb. Egy Volvosnak szintén nem volt munkája, bent téblábott a területen. És volt benne egy ilyen telepített ilyen autómosok. Saját maga forralta a vizet, vagy melegítette fel a vizet, és a meleg vízzel lehetett lemosni a gépeket, autóra, stb. Egy nagy szerkezet volt. Mondja neki a Árpi, hogy Kézdi Pistának hívták ezelőtt. Pistán, figyelj ide! Úgy se csinálsz semmit, azt mondja, menjél már, aztán kezeljed már azért a mosót. Azt mondja, Árpikám, hát üljek rá egy üstre! Üljek rá egy üstre! Hú, bazd meg! Ez szállóide lett abban az időben. Rengeteg ilyen van. De én a könyvemben megírtam, írtam könyvet. Abban megírtam, a rengeteg sztorit leírtam a könyvbe. Minden fejezet végén, ma vagy 40 fejezet. Minden fejezet végén van egy sztori. Amit ebből az időből vannak. Na mindegy. Tehát az ilyen világ volt. Akik engem tanítottak, arról még néhány szót. Az egyik Liter László, meghalt már szegény, isteni rosztalja, nagyon jó ember volt. Ő tanított meg a UB631-essel dolgozni. Ő adta meg nekem az alapokat. Ő adta meg. Nem csak azt, hogy a gépet hogyan kell kezelni, hogyan kell ártot kiásni, irányt tartani, kocsit rakodni, stb. Ezeket ő adta nekem. A másik, örök hála, Liter Lacinak. A másik, Cserna Károly. A Liter Laci felcsúton lakott, Cserna a Csehalcsúton. Remélem, hogy még nyugdíjas éveit tölti. Erre is ezelőtt egy 10 évvel még nyugdíjas volt.
Churchill volt a beceneve. Az azért volt Churchill, mert ilyen GCB-vel dolgozott, amire engem is megtanított, ebből a Mark 3-assal, 3D-vel. És volt benne szivargyújtó. És volt benne szivargyújtó a gépben. Na most ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Hát autóban hol volt szivargyújtó? Azt se tudták, hogy mi az. Szivargyújtó. Érted? Tehát itt Warburgban, meg ilyenekben, hát ne vicc, Sodában. Érted? Trabantban. Miben? Szivargyújtó? Vagy hogy? Tehát ebben volt egy nagy szivargyújtó van a gépben. És azt elnevezték Churchill, vagy Churchill mindig szivarozott. Elnevezték a Crushit Churchillnek. Egyébként. Óriási. Elképesztően jó gépkezelő volt. És ő tanított meg engemet a univerzális potróval dolgozni. Szóval neki is nagy hálával tartozom. Cserna Károlynak. Ha valaki Alcsúti ezt hallgatja, akkor adját neki az üdvözletemet. Más téma. Kaptam az előbb egy barátomtól egy WhatsApp üzenetet, hozzá egy csatolt linket. Valami bankvezető összeműfenést volt, és a bankok sérelmezik a különadót. Hogy is hívják ezt? Profitadót. Mert hogy Magyarországon nagy terhely van ott a bankoknak. Hát írtam is a barátomnak, hogy az ingyen konyhán, ha sorba állok, akkor magam elé fogom megedni Csányi Sándort, hogy előbb jusson ételhez a sanyarú sorsa miatt, annyira megviselte az élet, hogy mint bankvezért, hogy valószínűleg az ingyen konyhán neki nagyobb szüksége van egy tányér levesre, mint nekem. Előre fogom engedni. Mert hogy nincs a világon olyan rendszer, ahol ilyen különadó lenne például. A világon nincs még egy olyan rendszer, igaza van, ahol ennyire levennék a bankoknak az ügyfeleit, mint Magyarországon. Több ezer forintos számlavezetési díj, mi van számla? Használja a pénzemet, kiadja a pénzemet magas kamatra, kölcsönbe, és én fizesek, hogy vezeti a számlámat? Automatából veszek fel pénzt, és nekem az pénzbe kerül, hogy pénz, kiveszem a saját pénzemet a bankból, és ezért én fizessek? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Álljunk már meg, és sérelmezze a különadót. Rábasznak még egy kicsit azért, kicsit felemelni. Hát nem áll. Itt, ebben a nyomorult, halódó kapitalizmusban nincs számlavezetési díj, nincs készpénzfelvétel díj, és ha valamilyen úton módon csalással levesznek a számlámról bármekkor összeget, az másnap visszatették a számlámra a bank. Csak mondom. Ennél még kár nem ért, többször feltörték a feleségem számláját és kártyáját, enyémet is. Soha még kár nem ért belőle. Szóval, mi van? Harmadik dolog. Negyedik, sokadik. Magyar Péter azt mondta, hogy az kicsit kéne lemondani a szuverenitásokkal. A szuverenitás egy államnak az önállósága, önrendelkezési joga, az egész nem alkutárgya, másképpen nincs ilyen, hogy egy kicsit lemondunk belőle. Ahogy a becsületből sem lehet lemondani egy kicsit. Nincs olyan, hogy egy kicsit nem vagyok becsületes. Nincs ilyen. Na, vannak dolgok, amiről nem lehet lemondani egy kicsit sem.
Ha én azt mondanám Magyar Péternek, hogy vágjunk le a farkodnak a hegyéből, az ő teste arányához képest az a kis centi az mennyi? Hát ez csak egy kis centi. Igen? Csak egy centit vágjunk le. Ha? És barátom, kapsz egy csomó lóvét. Csak a hegyét vágjuk le. Hát mi az? Hát mi az? Érted? Mi az? Csak a hegyét. Tehát hogy? Hogy lehet ilyet mondani? Hogy lehet egy ember csak egy kicsit hűtlen például? Hogy lehet egy kicsit hűtlen? Csak a hegyét dugja be, vagy mi? A másik csajnak? Vagy mi? Ha? Hogy lehet egy kicsit hűtlen? Hát, értem. Kicsit mondjuk le szubenetestől. Eladtad az országot, barátom. Egy utolsó tettenét hazáról vettél. Egy utolsó tettenét hazáról vettél. Egy kicsit mondjuk le a szubenetestől. Barátom. Hogy? Mondjuk, igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amire őt betámadták most ott a Brüsszelben, hogy megrözította a farkát a nadrágával, ez is a legalja mindennek. Nem az, hogy megrözította, mert ebből problémát csináltak. Tegye fel a kezét az, aki nem igazította meg a cerkát. Tegye fel a kezét, férfi ember. Ez a világ legtermészesebb dolga, és ebből egy ilyen hype-ot csinálni, mint a jobb oldal csinált, ez nettó szégyene. Ez nettó szégyene. Tehát, azért mondom. Mégis mi van akkor, hogyha benyúl a zsebébe és megrözítja a terkát? Hát, semmi. Mindegyik párt, mindegyik oldal ott keres a másikon fogást, ahol tud. De mondjuk egy műsorvezető, mindegy RTL, TV2, közszolgálati, mindegy. Kiáll a nyilvánosság elé. Nem tudom melyiket látszom, Grönci. Grönci-nek hívják azt a műsorvezetőt, azt hiszem. Kiállt ebben a sztorival. Hát figyeljetek már, hát mekkora szégyen már. Én értem, hogy a műsorvezetőnek előírják, hogy mit mondjon be, mit olvasson be. De milyen ciki már egy ilyen hírt felolvasni? Nem is tudom, hát. Jó, nyilván van az a pénz, amire az ember bevállalja. Majd más választáson nincs. Na, de akkor is. Na. Ennyi. Na.